Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora november 23-án szerdán. Nincs önök között olyan, aki ne hallott volna a Black Friday kifejezésről. Ez az a nap, amikor állítólag jelentős kedvezménnyel lehet műszaki cikkeket, ajándékokat és más egyebeket vásárolni. De vajon valódi kedvezmények-e ezek? Erről is szó esik a mai műsorban. Nézzük a tartalomjegyzéket. Nehéz év, a menekültek ellátásáról szólt szinte minden 2022-ben Záhonyban. A víz a kulcs, a nyírség vízpótlásáról rendeztek konferenciát a megyeházán. Black Friday, nem minden kedvezmény, ami annak látszik. Szerintem 2022. január elején senki nem gondolta volna, hogy ez az év a háborúról fog szólni. Hiába terveztek a megyei települések, február 24-e után mindent átírt az a menekült hullám, ami Ukrajna felől érkezett. A humanitárius munkából hatalmas részt vállalt Záhony. A város polgármestere Hermeci László vendégem. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok! Hogyha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy január elején beszélgetünk egymással, hogy mit tervez polgármester úr 2022-re, akkor biztos mást mondott volna, mint amit most fog majd mondani. Mennyiben tért el a terv a valóságtól? Mi az, amit meg tudtak valósítani, és mi az, amit egyáltalán nem, hiszen ugye február 24-e után rengeteg feladatok volt a menekült hullám ellátásában, segítésében? Valóban 2022-ben kezdtük el az új pályázati ciklusnak a tervezését. Sok olyan tervén indultunk, amit szerettünk volna megvalósítani a következő ciklusban. Sajnos a február 24-i események azért ezt egy kicsit megbolygatták. Senki nem gondolta volna, hogy teljesen más világ vár ránk a tavasszal. Működik azért a város, működik, ahogy működnie kell. Próbálkozunk azokkal a dolgokkal, amit alapesetben is meg kell, hogy csináljunk, de plusz feladatokat rótt a városra ez a helyzet. És nem csak a városra, hanem azért én azt gondolom, hogy az egész országon egy plusz teher ez a menekült ellátás, a menekült kezelés. Ugye február 24-én tört ki a háború, utána néhány nappal már megjelentek leginkább Záhonyban az Ukrajnából menekülő családok, hölgyek, gyerekek. Ha így visszaemlékszünk arra az időszakra, akkor az első néhány napban vagy néhány hétben melyek voltak a legnehezebb feladatok? Nálunk az első napon megjelentek már. Február 24-én délben már megjelent az első csoport, aki menekült Ukrajnából. Akkor egy hirtelen válságstábban létrehoztunk egy átmeneti szállást a akkori művödési házban, és azon az estén már több mint 100 ember aludt nálunk Záhonyban. Körülbelül 4 napig működött a művödési házban ez az átmeneti szállás. A legtöbb ember, amikor ott aludt, az 300 ember volt, és aztán, mikor közbelépett már az állami katasztrófa védelem, akkor kerültünk át a helyi középiskolába, ahol online oktatásba álltak át. Azt hiszem, hogy húsvét utáni időszakban kezdtük el egy következő helyen ezt a menekült ellátást. A záhonyiakat mennyire kovácsolta össze ez a nagy baj? Mert ott azért elég sok dolgos kézre volt szükség. Én azt gondolom, hogy példát mutattunk, nagyon sok ember mellénk állt. Ha csak azt mondom, hogy az első este létre tudtunk hozni egy 100 fős szállást, ami szinte csak helyi támogatásból érkezett, az mutatja azt, hogy mindenki emeli az ügy mellé állt. Túl közel van hozzánk Ukrajna, hogy átérezzük ezt a problémát. Nagyon sok embernek van a határ másik oldalán baráti, rokoni kapcsolata, és szerintem ez egy kicsit jobban is megérintette a város lakosságát. Ugye sokan jöttek Kárpátaljáról, tehát olyanok, akik egyébként magyarok, tehát tudtak magyarul, nyelvi problémák nem voltak, de nagyon sokan jöttek aztán azokról a vidékekről, ahol valóban, tehát ukrajnai ukránok voltak, tehát a nyelvi nehézségek is felmerültek. Ezt hogyan tudták megoldani? Úgy hirtelen, hogy kellenek olyan emberek, akik tudnak tolmácsolni. Hát az első napon valóban akkor szinte csak a kárpátai térségből érkeztek, és aztán, amikor már ideértek a keleti térségből, a keleti ukrajnai térségből, akkor jöttek már a ukrán származású ukrán állampolgárok. Én azt gondolom, hogy a határmenti térség ebben is segített, hogy nagyon sok kétnyelvű lakosunk van nekünk is, és már az érkezők is beálltak ebbe a segítségnyújtásba. Tehát a kárpátaiak szinte mind egyöntetően ott voltak és tolmácsoltak, segítettek akár munkával, akár adományokkal, folyamatosan jelen volt mindenki a városból. Ez mennyire terhelte le az önkormányzatnak a lehetőségét, akár anyagi értelemben is, mert nyilván volt állami rész is abból, amit tudtak odaadni, voltak adományok is, de hát nyilván gondolom, hogy az önkormányzat kasszáját is igénybe vette ez a feladat.
nagyon, nagyon gyorsan érkeztek az adományok, kellett használnunk közösségi önkormányzati költséget is erre a feladatra, de nagyon sok mindent meg tudtunk módani az elején még az adományokból. És természetesen ami a legnagyobb segítség volt, az a kézi munka, az adományok rendezése, a menekültek ellátása. Tehát ez nem is inkább anyagi, hanem munka volt, amiben be kellett, hogy segítsenek, és itt teljes mértékben itt volt a város mellettünk. Ugye most november van, november vége, most mit tapasztal, ugye valamikor nyár végén már ugye egyre kevesebben érkeznek menekültek Ukrajnából, most jelenleg mi a helyzet? Maradt ez a kevés szám? Sokan mennek vissza felé? A napi forgalom az még mindig ilyen, a közúton és vasúton tudnak zárványban érkezni a menekültek, vagyis hát nem csak a menekültek, hanem mindenki, aki Ukrajnából érkezik. Közúton olyan 1500 fő érkezik naponta, vasúton olyan 500 fő. Ennek természetesen töredéke már az, aki a háború miatt menekül. Nagyon sokan vannak, akik ingáznak, tehát vagy munkaviszonyuk van, vagy rokoni kapcsolatuk van, és akkor Magyarország és Ukrajna között ingáznak. Szerintem még azért mindig előfordul az, amikor a szálláson akár 50 fő is alszik. Azok az emberek maradnak nálunk, akik nem tudnak tovább menni Budapest vagy Nyugat-Európa irányába, és lekésik az utolsó vonatot. Ilyenkor egy éjszakára az átmeneti szálláson szállást biztosítunk nekik, és akkor a következő napon utaznak tovább. Ez a legtöbb az 50 ember volt az utolsó három hónapban, de átlagban ilyen 20-30 fő még most is megjelenik a szálláson. Valamikor augusztus végén beszéltünk telefonon egymásra, és akkor azt mondta a polgármester úr, hogy a napi egy meleg étel, ugye abban kellene segítség, mert az, ugye az a forrás kimerülhet. Most ez hogy áll ez a lehetőség, ez a segítségnyújtás? A szálláson ott a napi egy meleg ételt, azt az állami forrásból, állami támogatásból azt tudjuk biztosítani, viszont vannak olyan menekültek, akik nem maradnak a szálláson, hanem utaznak tovább, őket az állomáson látjuk el, és erre nincs forrásunk, tehát erre kell adományokból gyűjtenünk, vagy önkormányzati forrásból kellene felhasználnunk erre költségeket. Most jelenleg, azt hiszem, hogy szeptember vége óta már nincsen melegételünk, egyelőre még ilyen kicsi a forgalom, ez megoldható. Ha később várhatóan a hideg miatt, a háború súlyosbodása miatt várható a emberek számának a növekedése, akkor talán majd segítségre lesz szükségünk. Most egyelőre megoldjuk saját erőből. És akkor a menekültek ellátásán túl mi az, amire ebben az évben lehetőség nyílt? Akár idő, energia, pénz, melyek voltak azok a beruházások, fejlesztések, amelyeket sikerült elindítani vagy befejezni? Hát az előző ciklusból két olyan beruházásunk is van, ami nagy mértékű volt és a városnak nagyon nagy hasznot hozott. Ez a Mődési háznak a felújítása az a zöldváros keretében, és volt egy energetikai beruházásunk, ami igazán akkor még annyira nem láttuk, hogy ekkora értéke lesz, de a mai energiaáraknál ez egy nagyon előnyös pályázat számunkra. 7 intézményünkben tudtunk napelemet és talajszondás fűtést kialakítani. Nem mondható, hogy teljesen nulla, de azért körülbelül a negyedére csökkentek a költségek, a fűtési és a elektromos költségeink, ami a mai gazdasági helyzetben ez nagyon nagy haszon a városnak. Ugye kellett-e olyan intézményt esetleg ideiglenesen bezárni, szüneteltetni a működését az energiaárak miatt, ami korábban működött? Van olyan település, ahol sok ilyen van, ahol kevesebb van zár, hogyan tudott ebben döntést hozni? Ennek a beruházásnak köszönhetően a Műldési házunk úgy néz ki, hogy egész évben nyitva tud lenni, a sporttelepünket sem kell bezárnunk, mert a tavalyi évben nem kellett gázt használnunk, a megújuló energiával tudtuk a fűtését megoldani a sporttelepnek. Az uszoda, ami kétséges, jelenleg még működik az uszoda, ha be kell lesz majd kapcsolnunk a gázt, ami azt jelenti, hogy 5-5-10 fok körüli hőmérsékletnél már nem lesz elegendő a talajszonda, akkor kell elgondolkodnunk azon, hogy bezárjuk. Azért nagyon sok tőlünk jobb helyzetben lévő város már ezt megtette, ezt a lépést. Hál' Istennek, nekünk ezt még nem kellett megtennünk. Ez azért egy nagyon, de nagyon jó hír. Olvastam a Facebook oldalon, hogy egy sportos beruházást is terveznek, legalábbis gondolkodnak rajta, uszoda mellett esetleg egy sportcsarnok építése is szóba jöhetne. Mit kell erről a beruházásról tudni? Ez egy friss bejegyzése, polgármester úr. Így van, hát januárban kezdtük el az új tervezési ciklusunkat. Még januárban belett adva az óvoda felújítása, arra már meg is jött az eredmény, tehát egy 370 millió forintos óvoda felújítást nyertünk, amit most kezdjük el majd a közbeszerzését, és szeretnénk beadni a sportcsarnoknak a építésére is egy pályázatot, ez nagyon nagy álma már a városnak, ezt szinte minden polgármester minden ciklusban megígérte.
Ez az egyik, a másik pedig egy idősek otthona. Úgy néz ki, hogy a sportcsarnokra lesz most pályázati lehetőség, ezt szeretnénk beadni, és erre készült most egy ilyen igényfelmérés, egy közvéleménykutatás, ami a pályázat alapja lesz majd. Záhajnak fontos bevételi forrása, most nem az önkormányzatnak, hanem az ott élő embereknek, ugye az, hogy a határ közelében van. Most ezzel a háborús helyzettel mennyiben változott ez a szerep, vagy hogyan változott, mennyire csökkent a két ország közötti ilyentén gazdasági kapcsolat? Meglepő, nekünk ez most egy kicsit kedvező, mert hogy megnőtt az Ukrajnából érkező áruforgalom, és Záhony logisztikából él, és most az Ukrajnából a gabona, a kukorica, a étolaj rengeteg érkezik vasúton keresztül, közutunk keresztül, és ez a helyben működő vállalatoknál is komoly bevételt jelent. Reméljük, hogy ez akkor tartósabban, esetleg majd az újjáépítésnél ez újra a visszaforgalomban, pedig újra forgalmat generál a városnak. Szó volt arról, hogy állami beruházás is lehet itt a logisztika átszervezésében. Ebben van-e valami hír? Ugye ez nem a fényes titkei, mert egy magánberuházás, hanem egy állami beruházásnak volt célpontja Záhony. Hát igen, ez is a tavalyi év vége felé, az idei év elején komoly tervekkel indult el az állam. Voltak magánbefektetők is, akik csatlakoztak volna erre a beruházásra. Most egyelőre azt látjuk, hogy azért a beruházás stoppal ez is egy kicsit alább hagyott. Én úgy gondolom, hogy lefújva ez még nincsen, de a beruházás valószínűleg csúszni fog. Van egy másik nagy állami beruházás, ami a közúti hídnak a felújítása. Erre a tavalyi évben egy 6 milliárd forintos projekt lett elkülönítve. Ez tervezési fázisban van, én azt gondolom, hogy ez talán ennek megvan a forrás, ez az idei évben már nem, de a jövő év elején, jövő év nyarán már elkezdődik fizikailag is. Tudom, hogy ez az időszak a költségvetési koncepciók alkotásának időszaka. Mennyiben befolyásolja a jövő évi tervezést az, hogy háború van, hogy ezt tudják most már függetleníteni? Mert sajnos van benne gyakorlat, hogy milyen erőforrásokat vesz igénybe, milyen lesz a következő éve Záhonynak. Láttuk már költségvetési terveket, az állami normatívák már kijöttek, lehet tervezni. Valamennyire csökkentek a bevételeink, nőtt a szolidaritási adónk, amit a városnak kell fizetni, de közel a tavalyi szinthez hasonlóan lesz a költségvetésünk, viszont a költségeink valószínűleg sokkal többek lesznek az energia költségek növekedésével, és valószínűleg többet kell majd költenünk a szociális támogatásra is, mert azért mondom, ez a lakosságot is meg fogja viselni ez a energiaszámla. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő polgármester. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Más témával folytatjuk. Egyre sürgetőbb a Nyírség keleti és déli részének vízpótlása. Ez hangzott el a Megyeháza dísztermében tartott szakmai konferencián. Az utóbbi évtizedekben szinte teljesen megszűnt a térség víz visszatartó képessége, a vízhasználati igények pedig évről évre növekednek. Az eseményen szó volt a kormány két éve elindított nemzeti éghajlatváltozási stratégiájáról is, melynek célja, hogy 2050-re az ország teljesen klímasemlegessé váljon. Kelecsen József járt a konferencián. Néhány héttel ezelőtt adták át Tiszabecsnél a Tiszatúr tározót. A 36 milliárd forintból megépült rendszer nem csak az árvíz elleni védekezést segíti, hanem a szatmári és beregi térség vízpótlásában is nagy szerepe lesz a jövőben. A következő évek legnagyobb kihívását azonban az adja, hogy a vízhiány a Nyírségben is megszűnjön. Erről tanácskoztak a Megyeházán az első alkalommal megrendezett Tiszamenti vízpótlás elnevezésű konferencián. A Kelet-Nyírség és a Dél-Nyírségnek a vízpótlásáról is gondolkodnunk kell, közép, illetve már hosszabb, rövidebb távon is. A keleti és déli irányban is tervezzük a vízpótlás megvalósítását, hiszen az elmúlt év nyara, illetve az elmúlt nyár rávilágított arra bennünket, hogy milyen komoly problémával állunk szembe. A Nyírség az ország egyik legszárazabb területe. Ennek fő oka, hogy az elmúlt évtizedekben szinte teljesen megszűnt a térség víz visszatartó képessége. Már elkezdődött egy tervezési folyamat, amely ezt a problémát orvosolja. Magas területekről van szó, és ezeknek a területeknek megszűnt a víz visszatartó képessége egyrészt, másrészt pedig rengeteg vízhasználat van rajta, akár öntözés, akár ipari vízhasználatokra igen nagy az igény, elmondhatjuk, hogy meghaladja a készleteket. Úgyhogy neki most az a feladatunk, hogy ezeket a készleteket bővítsük, illetve rehabilitáljuk, tehát vizet vezessünk a Nyírségi hátságra és a Hajdúsági hátságra is, annak érdekében, hogy ezt a többletvízhozamot biztosítani tudjuk, és az igényeket kielégítsük.
A kormány évek óta azon dolgozik, hogy csökkenjen Magyarország káros anyag kibocsátása, ezáltal hatékonyabban tudjon reagálni a klímaváltozás hatásaira. Deli Daniella klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a 2020-ban elindított második nemzeti éghajlatváltozási stratégia is ezeket a célokat szolgálja. A stratégia előrejelzései alapján Magyarországon a következő évtizedekben az átlag hőmérséklet emelkedése várható, amelynek mértéke 2050-ig minden évszakban eléri az 1 Celsius fokot szinte az ország egész területén. Tehát a hőmérséklettel kapcsolatos szélsőségek egyértelműen a melegedés irányába mozdulnak el. A fagyos napok száma várhatóan csökkenni fog, viszont a nyári hőhullámos napok előfordulása növekedni fog. A Kárpát-medence pedig kifejezetten az átlagosnál jobban melegedő régiók közé fog tartozni. Nem csak a hőmérséklet, de a csapadék is szélsőségeket fog mutatni. Már jelenleg is kevesebb napon hullik csapadék, és nőtt az aszályhajlam Magyarországon. A heves csapadék események száma is emelkedett, hiszen a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában éri el a felszínt. Ami pozitívum, hogy a 21. század első felében az éves csapadék összeg csak kismértékben fog változni. A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli elosztást mutat, és elsősorban Magyarország középső, déli és keleti területeit érinti várhatóan kedvezőtlenül. Összességében azt mondhatom, hogy bár már érezzük a klímaváltozás hatásait, de most még van időnk felkészülni a jövőre, azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy mostanra a cselekvésnek jött el az ideje. Ennek jegyében a kormány 2020-ban elindította a klíma- és természetvédelmi akciótervet, amely konkrét intézkedések révén járul hozzá a klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelemhez. Ezek végrehajtása folyamatban van, csak hogy néhány példát említsek belőle. Nagyszabású faültetési programot indítottunk, aminek az a célja, hogy 2030-ra az ország erdővel borított területét 27%-ra növeljük. Az elmúlt egy-másfél évben így több mint 1 millió új fát ültettünk el. Jelentős forrásokat fektetünk a megújuló energia elterjedésébe. 2030-ig meghatszorozzuk a napelemes kapacitásainkat a 2020-as szinthez képest. Ezzel igen jól haladunk, jelenleg már 2 paks atomerőműnyi napelemes kapacitás áll rendelkezésre hazánkban. A közlekedési szektor kibocsátásainak csökkentésére elindítottuk a Zöld Busz programot, amely a helyi közösségi közlekedés környezetbaráttá alakítását célozza, hiszen a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás 1/5-ért a közlekedési szektor, ezen belül 98%-ban a közúti közlekedés felel. Az elektromos gépjárművek károsanyag kibocsátása a felhasználás helyén 0, valamint csökken a szállópor koncentrációja, illetve a zajterhelés is, amely tényezők jelentősen hozzájárulnak a magyar állampolgárok egészségügyi állapotához, illetve magasabb életszínvonalának megteremtéséhez. 2020 és 30 között közel 36 milliárd forintot biztosítunk erre a programba, amelyben a 25 ezer fő feletti városok szerezhetnek be tisztán elektromos meghajtású buszokat. Ezen kívül 2020 nyarán immár törvényi szinten is rögzítettük hazánk klíma- és energiapolitikai célszámait is. Eszerint 2030-ig legalább 40%-kal csökkentjük a kibocsátásainkat az 1990-es évhez képest. Magyarország bruttó végső energiafogyasztásában legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt érünk el 2030-ig, illetve 2050-re, ahogy már említettem, elérjük a teljes klímasemlegességet. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány a következő években 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos meghajtású buszok beszerzéseit, a végső cél pedig a teljes klímasemlegesség elérése 2050-ig. Nyakunkon a karácsonyi vásár, de előtte nap mint nap csábítanak minket a Black Friday akciók. Látszólag minden nagyon jó áron lehet megvásárolni, természetesen nem minden arany, ami fénylik. Szeretnénk segíteni az eligazodásban, ezért hívtam a stúdióba Görömbeiné dr. Balmasz Katalint, a megyei békéltető testület elnökét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok. Van, ahol már tart, van, ahol még most kezdődik a Black Friday akció, ez azt jelenti, hogy akár 50-60-70%-os
kedvezménnyel is lehet vásárolni műszaki cikket, meg szinte már bármit, ajándékot, bármit, de nagyon nehéz az eligazodás. Milyen szemmel menjünk ilyenkor a boltba? Mi az, amit ön szakemberként figyel, mondjuk esetleg az árcédulán, amikor nagyon jól néz ki, hogy nem tudom, hány ezer forintról mennyire lett leértékelve. Szóval melyik azok a dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni, hogy ne vágjanak át minket? Azt szoktam mondani, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor mindig éljünk egy kis gyanúval. És hát a Black Friday az eredetileg nálunk az internetes vásárlásokra volt elsősorban kihegyezve. És ilyenkor azt tudom mondani, hogy mindig legyünk körültekintőek. Elsőként nézzük meg az igazságügyi minisztériumnak a honlapján, vannak azok a webáruházak feltüntetve, akik már valamilyen szabálytalanság miatt, vagy azért, mert egyáltalán nincs is engedélyük rá, működnek, hogy nem szerepel-e az a webáruház ebbe a listán először is. Aztán mindenképpen nézzük meg, hogy az úgynevezett kötelező tájékoztatásnak eleget tesznek-e, tehát magyarul a honlapon megtaláljuk-e a fizikai elérhetőségüket. Amikor csak egy telefonszám van, vagy egy webcím van, akkor már érjünk a gyanúval. Ha van rendesen, meg van vagy határozva, hogy ki az, aki üzemelteti azt a webáruházat, tehát egy cégnév, egy székhelycím, stb., akkor már azt mondjuk, hogy jó, hát el fogjuk tudni érni, ha valami problémánk van. A másik dolog, hogy mindig csináljunk árösszehasonlítást. Internetes vásárlás esetén különböző árkereső oldalak vannak, ezeket könnyen meg tudjuk tenni, mert hiszen sokszor van úgy, hogy ami úgy néz ki, hogy olcsó, kiderül, hogy máshol esetleg még olcsóbb, vagy valamilyen probléma van vele. Most ebben az idén nem lesznek ilyen nagyon nagy árleszállítások az ismert okok miatt, de azért még mindig érdemes körülnézni, és előzetesen tájékozódjunk. Tehát ne úgy szoktam mondani, hogy hirtelen felindulásból vásároljunk, hanem mindig nézzük meg, először is csak olyan terméket vegyünk, amit tényleg erőzetesen úgy gondoltuk, hogy szükségünk van rá, ne az, hogy most kaptunk egy e-mailbe egy linket, amiben ajánlanak nekünk valamit, és akkor azt azon keresztül megrendeljük, nem. Nézzünk utána, hasonlítsuk össze, járjuk körbe a dolgot. Ha eljutottunk odáig, hogy meg is rendeljük, akkor a megrendeléskor mindenképpen rögzítsük, hogy mit rendeltünk meg, egy képernyőfotó, vagy nyomtassuk ki. Legyen róla papírunk, hogy mi az fizikálisan, amit mi megrendeltünk. Meg hogy mennyiért. Meg hogy mennyiért, meg milyen feltételekkel, szállítási fizetése és egyéb feltételek. Másik dolog, hogy a szerződés, mert tulajdonképpen ilyenkor mi elektronikus fogyasztói szerződést kötünk, akkor jön létre, amikor a megrendelésünket visszaigazolták. Tehát hiába küldtük mi el, ha nem igazolták vissza, akkor még nem jött létre ez a megrendelés. Aztán, ha megtörtént a megrendelés, minden rendben volt, megérkezik az áru. Először is futárcégeknél nem igazán lehetséges az, hogy kibontsuk a futár előtt, de arról mindenképpen győződjünk meg, hogy nincs-e benyomódva a csomag, nincs-e sérülés a csomagon. Tehát fizikálisan körbenézzük, ne csak úgy dobjuk be a sarokba, aztán 5 nap múlva kibontjuk, vagy esetleg karácsonykor, és akkor derül ki, hogy hát látszott a külső csomagoláson is, hogy miért van összetörve az áru a csomagba. Ezek a dolgok. Aztán nagyon fontos tudni, hogy ha interneten vásárolunk, akkor van ez a bizonyos elállási lehetőség. Ez az áru átvételétől számított 14 nap, de közben is van lehetőségünk, tehát ha megrendeltük, visszaigazolták, de még nem érkezett meg az áru, de közben én meggondoltam, akkor is van lehetőség arra, hogy elálljak a szerződéstől. És nincs olyan, hogy már elindítottuk a terméket, akkor valami fizetési kötelezettségünk nincs, támad? Nincs. Hát annyi, hogy a termék visszaküldésének a költsége ilyenkor minket terhel. Tehát
ezzel az elállási lehetőséggel élhetünk. Ennek az az indoka, hogy nyilván a neten vásárolt terméket nem tudtuk fizikálisan megnézni, nem tudtuk körbejárni, stb. Éppen ezért szoktam azt javasolni, hogy ha mondjuk egy nagyobb műszaki terméket vásárolunk, akkor menjünk el egy műszaki áruházba, nézzük meg, és ha utána neten megrendeljük, akkor tulajdonképpen előnyünk van, mert már kinyitottuk azt a hűtőajtót, belenéztünk, körbejártuk, stb. Viszont esetleg a neten kedvezőbbek a feltételek, és akkor ott meg tudjuk rendelni. Mert hogy a boltban ott nem kötelesek visszavenni, hogyha nem. Nincs semmi probléma. Ha nincs semmi baja. Van ez a bizonyos 72 órás dolog, amit az emberek szoktak kevergetni mindenfélékkel. Ez arra vonatkozik, hogyha 72 órán belül kiderül, hogy a termék hibás, de olyan hibája van, hogy nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, akkor a vállalkozásnak ki kell cserélnie, ilyenkor nem javíthatja, hanem mindenféle vizsgálat nélkül, csak azt kell megállapítania, hogy a hiba valóban benne van, és akkor ilyenkor cserélni kell. Tehát ez a 3 nap vagy 72 óra, ez erre vonatkozik, úgyhogy ezeket a fogalmakat ne keverjük össze. Tehát minden más esetben az üzletnek a saját üzletpolitikája, igen. Hogy most visszaveszi, vagy nem veszi vissza. Általában egyébként gondolom, hogy vissza szokták venni, már csak azért is, hogy ne keltsék rossz hírét magának az üzletnek, de semmi nem kötelezi erre. Ellenben az online rendelésnél ott ez a 14 nap rendelkezésünkre áll, mindenféle indoklás nélkül. Így van, tehát ez a lényege, hogy nem kell indokolnom azt. Na most ilyenkor, ha elálltam a szerződéstől, akkor nekem 14 napon belül vissza kell küldenem ezt a terméket, és a visszaküldés költségei az engem terhelnek, mint fogyasztót, de ahogy az elállást tudomására jutott a vállalkozásnak, neki viszont 14 napon belül vissza kell térítenie azt az összeget, amit én neki kifizettem, tehát nem csak a termék árát, hanem ha abba volt kezelési költség, vagy kiszállítási költség, vagy bármi, tehát amit én kifizettem neki, azt kell visszatérítenie, és ugyanolyan módon, ahogy én megfizettem neki. Tehát ha banki átutalással fizettem, akkor igen, ha csekken fizettem be, bár az nem szokott előfordulni, akkor igen, vagy ha utánvétel, akkor olyan módon. Tehát ettől nem térhet el, illetve ha eltér tőle, akkor azzal nekem nem okozhat plusz költségeket. Van még egy fontos kérdés, manapság egyre gyakori az, hogy olyan webshopok nyílnak, amelyek nem a saját terméküket árusítják, hanem mondjuk egy magyar webshop egy amerikai terméket árusít, csak azért van a magyar webshop, hogy magyar nyelven lehessen ugye, megnézni, hogy mi is az pontosan, és ez egy egyszerű kis vállalkozás, nem is cég igazából, csak egy internetes oldal, és mindig és azt mondja, hogy minden egyes fogyasztóvédelmi kérdésben ugye az amerikai cég az, amelyik kompetens, ott kell, hogy minden rendben legyen, nem pedig itt Magyarországon. Ez gondolom egy rossz. Hát ezért mondtam azt, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy milyen webshopon vásárolunk. Ha uniós államon belüli a tagállam, ahonnan vásárolunk, akkor ott ugyanazok a szabályok vonatkoznak. De ha tényleg Kínából, Amerikából veszünk dolgokat, egyrészt most már nincs ez a vámmentesség, ami korábban volt, a 22 euróig, most már ez nincsen, tehát mindenképpen ezeket a dolgokat, áfát és egyebeket az adójogszabályok szerint le kell rónunk. A másik dolog pedig, hogy ilyenkor elállunk, önmagunkat rövidítjük meg azzal, hogy esetleg alkatrész utánpótlás, vagy jótállási kötelezettség, vagy egyebek, tehát mindazt, amit az uniós jogszabályok nekünk, mint fogyasztói jogokat biztosítanak, azokat önmagunkat zárjuk ki. Lehet, hogyha ezeket hozzászámoljuk, akkor nem is éri meg az a terméknek az ára, már ha ezt is hozzáveszük, mint amennyinek elsőnek látszik. Sokszor az olcsó drágább lesz a végén. Egy nagyon fontos kérdés, még a tavalyi évben talán volt ebben némi változás, hogy sokszor ilyen leértékelésnél nehéz ott megállapítani, hogy most mennyi is a valódi ára, mennyi volt az ára annak a terméknek. Ebben történt változás, mi ez pontosan? Igen, született egy kormányrendelet éppen ezeknek a hirtelen ár engedményeknek, illetve összevisszaságnak a rendbetételére, ami kimondja, hogy mindenképpen fel kell tüntetni
tüntetni az eredeti árat, és az eredeti ár pedig az az ár, ami az leárazás megelőző 30 napban a legalacsonyabb ár volt. Tehát ezt kell kiinduló árnak feltüntetni, és ehhez képest kell a százalékos, illetve a régi ár és új ár megjelölést alkalmazni. Ezt a vásárló tudja ellenőrizni, vagy ez csak, hogyha neki van egy gyanúja, akkor ezt a valamely hatóság tudja ellenőrizni, hogy valóban tényleg az volt-e a legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban. Ezeket a fogyasztóvédelmi hatóság tudja ellenőrizni, de egyébként még itt szeretném megemlíteni, hogyha viszont a fogyasztónak problémája van, akkor egyéni ügyekben a fogyasztóvédelmi hatóság nem tud eljárni, viszont a békeltető testületek pont ezért vannak. Tehát ha a fogyasztó megkísérelte a panaszát rendezni közvetlenül a vállalkozással, és ez nem vezetett eredményre, illetve nem olyan eredmény született, amit ő szeretett volna, akkor forduljon a békeltető testülethez bizalommal. Széchenyi út 2 szám alatt található. Van egy nyomtatványunk, ami megkönnyíti a kérelem benyújtását, és a békeltető testület ingyenes, gyors és hatékony módja annak, hogy a fogyasztói vitákat megoldjuk. Még ebben az évben melyik voltak a legjellemzőbb panaszok, amelyekkel önökhöz fordultak? Azt szoktam mondani, hogy a 2000 forintos cipőtől az 5 millió forintos autóig minden előfordul nálunk. Használt autókereskedőkkel voltak mostanában problémáink, illetve elég gyakori a építkezéssel, pontosabban a felújítással kapcsolatos probléma. Itt elsősorban ezeknél az eseteknél mindig az a legnagyobb gond, hogy szóbeli megállapodások történnek, akár egy autó állapotának a ismertetésekor is, akár több millió forintos építési beruházásnak a megrendelésénél is képesek az emberek szóban megállapodni. Ilyenkor nehezen bizonyítható, hogy most mire is történt a tényleges megrendelés, úgyhogy mindenkinek azt tudom csak ajánlani, hogy próbáljanak meg szabatosan írásba, ha 5 sortba írják le, hogy tetőfelújítás, csatornával, stb. Ha ezt leírják, akkor az már megkönnyíti a későbbi vitarendezésnek a kimenetelét. Köszönöm szépen a jó tanácsokat, remélem, hogy tudtunk segíteni a vásárlóknak. Black Friday meg karácsony előtt talán ez hasznos volt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, és még arra is felszeretném hívni a fogyasztók figyelmét, hogy a békeltető testület tanácsot is ad, tehát ha valamiben bizonytalanak, akkor akár interneten, akár telefonon, akár személyesen nyugodtan forduljanak a még békeltető testületet. A vásárlás előtt is. Így van, így van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!